Használj te is Revolutot. A Revolut egy olyan bank, ahol teljesen online, appon vagy weben keresztül rendezheted a pénzügyeidet. Nem kell bankfiókokba járkálni, sorszámot húzni, fájtolni a biztonsági őrrel, vagy megvárni a pénztáros Marika ebédszünetét. A Revolutosokkal mi már több mint 40 millióan vagyunk, és ez nem véletlen. Felhasználóbarát, és nagyon egyszerűen lehet számlát nyitni, kártyát igényelni, a számlához pénzt hozzáadni. Az egyik legmenőbb dolog, hogy metálkártyát is igényelhetsz, ezek tényleg fémből vannak, teljesen egyébként személyre szabhatod, emojikkal, feliratokkal, több és is válaszhoz, tehát tényleg ez csak rajtad múlik. Az enyém egyébként egy számomra fontos idézet van, úgyhogy nyugodtan enged szabadjára a fantáziádat. A Revolut nem számít fel külön tranzakciós díjakat, hogyha ATM-ből veszel fel készpénz bárhol a világon. Szerintem ez is nagyon korrekt. Illetve hát ugye a biztonság az nagyon-nagyon fontos, ezért sem kell aggódnod, hiszen hogyha netán nem bíznál meg a netes vásárlásait során 100%-ban az adott partnerben vagy webshopban, fizethetsz egyszer használatos virtuális kártyával is, ami vásárlás után azonnal törlődik, és majd mindig kapsz egy újat helyette, így nem tudják ellopni az adataidat, és mondjuk levenni a fizetet a kártyádról. Ha a fizikai kártyádat hagynád el, akkor az abból azt is pár kattintással le tudod tiltani. Regisztrálj a leírásban található linken, és igényeld a 8500 forintos jutalmat itt az inkis linkemen, úgyhogy hajrá, és te is csatlakozz hozzánk a Revolutosok csapatához. Üdvözletem mindenkinek! Hát nem így terveztem elkezdeni a videómat, de sajnos az élet, mint meg annyiszor most is átírta a forgatókönyvemet. Nem szeretek nekrológot mondani, megemlékezni, pláne nem egy olyan emberről, aki tulajdonképpen még el sem kezdett igazából élni, és már is mennie kellett. Sokként ütött szíven a hír, hogy lakatos Tizian váratlanul szívrohamot kapott, és meghalt. Tiziant egyébként a Love Island című valóság, valóság showból is meg a nagy érdemű, de az ökölvívás világában, mint sportoló és edző tette le a névjegyét, én magam is egyébként a Love island Cipruson ismerkedtem meg vele. A műsorodik szerkesztőjeként folyamatos kontaktban voltunk. Már az elején egyébként megtaláltuk a közös hangot, tehát ő is zsivány volt én, is nem kellett a rafkóságért a szomszédba mennünk. És én emlékszem, hogy, hogy a talán, talán az volt így a nagy áttörés, hogy amikor nem akartuk, hogy mások értsék, amit mondunk, akkor így cigányul beszéltünk egymáshoz, hát már amennyit nyilván tudtunk, de az pont elég volt ahhoz, hogy akinek ne kelljen, ne értse. A lényeget így is értettük. Soha nem volt szemtelen, követelőző vagy tiszteletlen, nem voltak allőrjei, mindig igen ember volt. Egyébként a sok versenytársáról ez nem volt elmondható feltétlenül, de őket is helyre tette Tizian, hogyha éppen ők azt érezték, hogy egy pillanatra is lettek a Cipruson. Aztán Tizian akkori párjával, Zsófival meg is nyerte a műsort, amit egyébként szintén hatalmas nagy alázattal fogadott. Utána még beszéltünk időnként, akkor beszéltünk utoljára, amikor boxolni kezdtem, és hát meg is dicsért, hogy milyen jó a ritmus érzékem. Na hát innen is látszik egyébként, hogy, hogy Tiziannak mekkora hatalmas szíve volt, és még a reményteleneket is próbálta, hogy mondja, motiválni tényleg megdicsért, és még az is felmerült, hogy majd, majd eljárok hozzá edzeni. De hát ugye az élet és a forgatókönyv, mint azt már említettem, ő már soha nem tanít meg engem boxolni, és sajnos más sem. Nem élhet az álmainak, nem nevetett többé, nincs több pakpak, -pak, és nincs többé ő sem. Még 24 évesen volt. Már a szívbetegsége ismert volt, mégis tragikus hirtelenséggel ment el, Hát legyen neked könnyű a föld, drága testvérem. Csak ezt tudom neked mondani. Mi pedig, akik itt maradtunk, egyébként egy fontos üzenetet kaptunk ezáltal. Még, még, még a halálával is tanított nekünk valamit Ticián, hogy az élet bizony illékony, és ezt sokszor mondom mostanában, és higgyétek ez nem véletlen. És nem csak az élet, hanem tulajdonképpen minden az. Ez a fiú ilyen fiatalon biztosan nem így tervezte. Tele volt célokkal, álmokkal, és ő az élő példa, hogy sosem tudhatod, hogy lesz-e holnap lehetőséged megtenni azt, amit ma nem tettél. Félre ne nem gondolom, hogy holnap mind meghalunk, de ő sem gondolta volna, ebben biztos vagyok. Ticien tragédiája legyen hát nekünk a figyelmeztetés, hogy az óra bizony ketyeg. Éljünk úgy, hogy minden nap számítson. Nyugodjon békében. Azt gondolom, hogy, hogy tényleg ez egy fontos üzenet látod, 23 éves volt. Éj, tényleg csak ezt tudom neked tanácsolni. Én, mintha nem lenne következménye. Hát nem könnyű, nem könnyű, maradunk az elmúlás kérdésénél, egészen pontosan válaszolni fogok néhány olyan kérdése, amit az utóbbi időben a Redditen kapott szányra, illetve volt, akitől üzenetbe is megkaptam, és ezáltal több témában is megkeresett a bulvár sajtó, akivel igazából többükkel abban állapodtam meg, azt kértem tőlük, hogy ha van rá lehetőség, akkor várják meg ezt a videót, amiben igyekszem válaszolni a kérdésekre, aztán, hogyha gondolják, akkor ollózzák, cikkezzék, és hogyha látnak benne kattintás, vadász részleteket, akkor idézzenek bátran. Nem szeretnék Mónika volt a magánéletemből továbbra sem, és viszont azt a részét, melyet megkívánok osztani a közönségemmel, eddig is megosztottam, de hát nyilván hallok hangokat, látom a kommenteket, és úgy tiszta, hogyha válaszolok néhány, Sokakat igazán érintő kérdése. Én nem az a faszi vagyok, aki, aki, úgy vagyok vele, hogy jaj, kérem most, hogy a sajtó ne. Tehát amikor akkor jó volt a sajtó, amikor az éttermemet lehozták cikkbe, vagy a lángosost, vagy bármilyen sikeremről írtak, akkor engem nem zavar, hogyha a kudarcaimról is írnak. Talán a legtöbbet pedzegetett téma Patrikkal való kapcsolatomat érinti, aki most lát életében először olyan videót tőlem, ahol a házasságomról beszélek, akkor igen, nekem van egy férjem, azon belül is őt Patriknak hívják. Szia, én a Zsolti vagyok. Egyébként buzzancs, de ez semmit nem tesz hozzá, vagy vesz le szerintem annak az értékéből, amit mondok. Ha csaj vagy, és eddig bejöttem neked, hát az a helyzet, anyukám, hogy a kifli ugyanannak a végét vajazzuk. Úgyhogy maximum gobleineket cserélgethetünk, de még az a baj, én még az a jó ratyi haverse vagyok, aki tud hogy elmegy veled vásárolni, shoppingolgatni, összepuderezzük egymás órát, mert én ezektől fázom, én rosszul vagyok. Na, az van, hogy, hogy volt olyan, talán opjatok le mind Nick névvel, aki egészen pontosan leírta, hogy mi történik a mi kapcsolatunkban, legalábbis hát, amit ő gondol, tudni véli, hogy mi Patrikkal szakítottunk, elválunk, és ki is dobott itthonról, ahova úgy kellett visszakönyörögni magamat. Azért is tartom egyébként fontosnak, hogy erről beszéljünk, mert talán ez egy pontosabb képet is ad, hogy mennyire lehet mondjuk hitelt adni bizonyos pletykáknak, bizonyos fórumokon, Egyébként, amikor a lejárató kampányom zajlott, a HomeFluencers közössége egy emberként zárt össze, a Nermédia munkatársai ott próbálkoztak először szikrát gyújtani és ott próbálkoztak először befeketíteni, de az ott fórumozók szinte rögtön ellehetetlenítették azokat a férgeket. Öhm. Úgyhogy most is az van, hogy én nem szeretnék általánosítani. Biztosan egyébként van a személyemmel kapcsolatos olyan vélemény ott, amit érdemes lehetne megfontolnom, de az, az viszont biztos, hogy sokkal veszélyesebbnek tartom, amikor unatkozó kanapéhuszárok sztorikat kreálnak, és ö, hát a bulvár ezekre ugye rákap, és így jutott el hozzám is a bulvár, hogy akkor mi igaz ami mi vállásunkból, mi igaz ami kapcsolatunkból. Szóval, uh, szerintem a redditezők közül sem mindenki gyökér, ellenben aki az, 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 nagyon az. Na, de a lényeg, hogy mi az igazság a vállásunkból? Hát tulajdonképpen annyi, hogy én is a Redditről értesültem róla. 9. éve, hogy egymás életének részei vagyunk. Voltak kisebb-nagyobb viták, súrlódások, szakítás, szétköltözés, volt itt már minden, hát ezért 9 évről beszélünk. Voltam nagyon jó és voltam nagyon rossz társ. Követtünk el hibákat és tettünk jóvá is belőle. Az, ami viszont egy közel egy évtizede összeköt minket, és közöttünk van egy egy olyan erős kapocs, amit őszintén nem tudom, hogy, hogy, hogy mi az, ami szétválaszthatna. Nem mondom, hogy egy tornádó sem, mert hát ugye nem látom a jövőt, és hát láttunk már a múltban is olyat, hogy ö, elég volt ahhoz csak egy nagyobb tüsszentés is. De az biztos, hogy én szeretem a férjem. Ha valaki azt gondolja, hogy ennyi év után is, ugyanúgy is, folyamatosan is, mindig ég ugyanaz a tűz, akkor én szerintem téved a te házasságod ilyen, akkor oké. Okay nekünk is mindig, mindig Patrikkal ilyen, ilyen, volt a kapcsolatunk. Aki azt gondolja, hogy, hogy valaki tud tökéletes szimbiózisba élni évtizedeken át, mindenféle összezőrenés nélkül, én szerintem, szerintem az nem gondolja jól, ilyen nem létezik. De azt gondolom, hogy a nap végén mégiscsak az a fontos, hogy szeretjük-e annyira a másikat, hogy elhisszük, hogy együtt majd ezt is megoldjuk. Amikor itt tudnálom a kordaházas pár, akkor kimondták a rám legnagyobb hatással lévő igazságot, hogy a házasság, vagy a párkapcsolat, ha úgy tetszik, az egy, az egy szövetség. Az egy nem feltétlenül a házasság ugye papíron aláírt, de, de hogy, de hogy a, a, a párkapcsolat szerintem egy szövetség. És a, és a megcsalás sem abban merül ki, hogy megcsókolsz valakit, vagy lefekszel valakivel, hanem hogy elárulod-e ezt a szövetséget. És szerintem az a fontos, hogy, hogy ez az árulás ne történjen meg egy kapcsolatban. Én azt tudom mondani, hogy, hogy mi nem vagyunk egy állampár, és valószínűleg, a bekameráznánk a, a, a napunkat, akkor sokan meglepődnének, nem, nem, verjük egymást, vagy, vagy ilyesmi, de mi nem az a, nem az a megszokott pár vagyunk. De egy dologban biztosak vagyunk, hogy szeretjük a másikat. És ha nem is mindig szerelemmel, mert ez ilyen is előfordul, de szeretjük a másikat. Simán lehet, hogy egyszer majd már tényleg nem mint szerelmesek, vagy mint házasok éljük az életünket, de soha nem tudom elképzelni, hogy a lelki kapocs közöttünk az megszűnjön, hogy ne legyünk lelkitársak. És tudod, hogyha ma vége lenne a házasságomnak, vagy a kapcsolatunknak, azt mondanám, hogy ha le kell élni valahogy kilenc évet, akkor azt így vagy sehogy. Mi életet építettünk közösen, és ezt nem veheti el tőlünk senki. És a Patrik odaállna elém, hogy figyelj, szerelmes lettem valakivel, hát először is jó megverném őt is, meg azt a kis fasz, aki elszerette tőlem. Nem, nem, na jó, nem. De nem, tényleg nem. Szóval mindent megtennék, hogy, hogy segíteni az útját és hogy, és hogy boldogát tegyem azzal, hogy, hogy, elengedem. Tudom, hogy ez furán hangzik, és biztos, hogy picit bele is halnék, vagy nagyon bele is halnék. De ha valamit megtanultam az előző kapcsolataimban, ahol sajnos még nem ilyen éretten gondolkodtam erről, és hatalmasat sérültek az exeim, mondhatjuk úgy is, hogy nem voltam jó, akkor az az, hogy, hogy önös érdekből, önzésből nem birtokolhatok valakit. Őszintén nem tudom, hogy hogy viselném ezt a szituációt, abban viszont biztos vagyok, hogy az utóbbi idő az, 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 az bebizonyította azt, meg egyébként az, az életemben meg annyiszor szóval bebizonyosodott azt, hogy ha valamit eldöntök, akkor ahhoz, ahhoz, tudom tartani magamat. Sokan egyébként azt hiszik, hogy maga a birtoklás a szeretet vagy a szerelem, de nem. Szerintem az igazi kunst annyira szeretni valakit, hogy el tud engedni, hogy boldogabb lehessen. Ugye szerintem én ezt meg tudnám tenni, de szerencsére még nem állt ezzel elő Patrik, úgyhogy, úgyhogy még ezzel nem is kell gondolkodnom. Um, vagy hogy van a másik opció, hogy valakit azért kell elengedni, hogy te boldogabb lehessél, vagy hogy, vagy hogy te uh, tudjál fejlődni és előre menni. Vagy hát, hogy mindketten. És hidd hogy nem a levegőbe beszélek, én mondom, profi vagyok ebben bassza meg. Olyan referenciáim vannak, hogy taníthatnám, hogy hogyan szakíts meg kapcsolatokat, um, azt nem mondom, hogy fájdalommentesen, de hatásosan. De remélem hogy, miért tart, értitek, hogy, remélem, hogy értitek, hogy miért tartottam fontosnak erről, hogy erről beszéljek. Én nem olyan szeretem a magánéletemről, de már egyszerűen olyan mértékű presszió, vagy olyan, olyan nyomás van ezáltal rajtam, hogy inkább úgy voltam vele, hogy akkor öntsünk tiszta poharat a részletekre, hogy Mónika szóba mondta a, a Ludmilla. Úgyhogy igazából, igazából az ennyi. Az meg, hogy Patrik kevesebbet szerepel a közösségi médiás oldalaimon, az nem, nem véletlen, ez egy döntés kérdése, de a lényeg az, hogy inkább Vegyetek egy mély levegőt, és gondolkodjatok -e azon, hogy milyen plegykáknak hisztek. És nem csak az én esetemben, hanem sem. és nagyon sok olyan plegyka van, amikre meggondolatlanul ö, ráhúzunk emberekre, és karrierek mehetnek sútba, és, és magánéleti konfliktusok is lehetnek belőle, mert mondjuk az egyik olvassa a másikra, a ez is ezt csinált, az közben sehol semmi. Az pedig egyébként, hogy kidobott itthonról, hát ez is olyan tudod, hogy a fasírt van egyébként, én olyan vagyok, aki én magam elköltözöm, küldeni se kell, mert én azt mondom, hogy amikor külön vagyunk, érezzük csak igazán a másiknak a hiányát, úgyhogy aztán persze nyilván haza is jövök, de hát itt ilyenről szó nem volt, hogy bármelyikünknek is könyörögnie kellett volna. Tényleg nagyon más minőségű a mi kapcsolatunk, de nem akarok ennél jobban belemenni, csak tényleg azért tartom ezt fontosnak, hogy ne higgyetek el mindent, amit az interneten láttok. Nem tudom megígérni egyébként, hogy nálunk nem üt be egyszer a krak, nem akarok ilyen nagyon nagy izéket, kijelentéseket, hogy meg, meg hogy miért így kedjetek, hogy vagyunk a tökéletes pár. Az utóbbi időben, az utóbbi idő tényleg sok mindenre megtanított, de azt viszont meg tudom ígérni, hogy örökre, örökre szeretni fogom őt, és mindig számíthat rám. Mert ez az a szövetség, amiről beszéltem. Mert hogy ő nem csak a férjem, hanem a legjobb barátom is. Na, hát a következő téma, ami legalább ennyi embert foglalkoztat, az nem más, mint az átalakulásom mitkéntje, a tiltott szerek, a szponzorációk és a betegségem, ami ezt lehetővé teszi. Többen is tudni vélik, hogy cukorbetegeknek szánt injekciót és egyéb illegális szerektől fogytam le, vagy használok ilyeneket. Tehát röviden és tömören nem, ez nem igaz. Ez egyáltalán nem igaz, hazugság bármikor hazugságvizsgálat, bármilyen tesznek alávetem magamat, tényleg nagyon szívesen. A fogyásom alatt csak is étrendkiegészítőket és vitaminokat használtam, ezek, de ezek se dolgoztak helyettem, tehát ez nagyon fontos, és az is, hogy ezek mind legális szerek, nem a dark webről vagy valami dillertől szereztem be őket. Az étkezés és az edzés, ami ezt igazából lehetővé tette, de hát inkább a legfontosabb az az elhatározás. Van, aki tudja, hogy ugye beteg vagyok, és hát ezért fogyok, nem tudok ki erről, jelenleg nincsen ismert betegségem, ami ezt eredményezni, sem szakszendát, sem ozempiket nem használok. Az előbbit egyébként próbáltam tavaly tavaly előtt, olyan rosszul voltam tőle, ráadásul nem is fogytam, szerintem mindig van egy toll a hűtőben, hogyha valaki rá, akkor szóljon. Ugye a másik folyamatos uh, ilyen felröppenő és témát adó hír, hogy a plastikai beavatkozásoknak köszönhetően van álcsontom, meg mit tudom én. Jelenleg a homlokbotoxomon kívül semmilyen szépészeti beavatkozásról nem tudok nektek beszámolni. Uh, most azon gondolkodom, hogy, hogy volt-e bármi, bármi, olyan más, uh, egyszerűen tényleg csak a, Amiket, amiket használok, és ami a fogytam, nyilván azóta kezd, addig kitöltött a zsír, azóta kezdtem el használni. Mákon van. De csak hogy értsétek, hogy az, hogy ennyivel fiatalabban nézek ki egyébként, az inkább a szakál hiánya és a közel 27 kilónak a hiánya, amit ledobtam. És igen, hát ez így hat meg mondom, kenegetem magamat mindenféle szírszarral, de ezeket még azért nem mondom, hogy mikkel, mert még én sem tudom, meg, meg próbálgatom, de az kétségtelen, hogy szerencsésen fogytam. Tehát olyan, olyan szempontból szerencsésen fogytam, hogy nem lettem ráncos, nem nyúlt meg sehol a bőröm, olyan, mint a babapósi. Ha jó leszel, megfoghatod. Na, tényleg, tényleg az van, hogy ez, ez szerintem ez, ez szerencsés dolog, hidratált, a fejem is egész korrekt lett, álcsontok is. Ugye világosabb a hajam, nem festem feketére. Sajnálom, hogy hogy tényleg egyébként emiatt az utóbbi időben folyamatosan magyarázkodnom kell, és és durva, hogy, hogy sok, évig, sok évig a, a test miatt kellett szégyenkeznem, most pedig azt várják el tőlem sokan, hogy azért szégyenkezzek, mert hogy, mert, hogy lefogytam, vagy éppen azzal vádolnak, hogy ezt különböző praktikákkal értem el, ez is egy olyan bulvár téma, tudod, amit egy kétbites Szabó Zsófival lehetne megbeszélni a reggelibe, és azért sem kívánok erről túl sokat és túl hosszasan beszélni, mert tényleg nincsen ebben ennyi elhatározás. Ö, meg, meg tényleg, az, az ö, nem azt mondom, hogy bántó, de biztos, hogy van olyan ember, akinek ez rohadtul bántó lenne, amit sokszor írkáltok, akár a... a hajamra, hajviseletemre, most már csak azért is így fogom hordani a hajamat, hogyha én megunom már azért is, vagy, vagy, a, vagy a szemüvegről, vagy bármi másra. Én már mondtam egy korábbi videóban, hogy mindenki saját magát túráztatja, hogy ezzel, hogy leírja, én tényleg leszarom. Én nekem itt tényleg jó, köszönöm szépen, de vannak olyan emberek biztos, akik ezen nagyon meg tudnak bántódni, és egyébként menjen mindenki a picsába, akinek azon kell magyarázkodni, hogy miért kezdtem el sportolni és egészségesen élni. Ne arra, hogy ez lenne a normális. Szerintem a sokkal gázabb, hogy sok évig úgy ültem le ide elétek, hogy, hogy egy vágós lévő malac voltam, tokával, szuszogtam, miközben bekötöttem a cipőfűzőmet. Szerintem a sokkal gázabb influencerként, tartalomgyártóként ezt az életmódot propagálni, mint a sportos életmódot. És mondom, lehet bármilyen műtétet vagy illegális szereket belevizionálni, ettől még nem lesznek. Egyébként úgy vagyok vele, hogy ha a hogy nem csak külsőleg, tehát hogyha kíváncsiak vagytok, a, a, amióta életmódot váltottam, azóta extrém durva, de eltűnt az allergiám. Tünetmentes az epém, stabil a térdem, lefutok 5-10 kilométert, megcsinálok 100 fekvőtámaszt, jó kisebb szünetekkel, 6-7 órákat alszom, nagyon nyugodtan, nem puffadok, nem kell próbaülést végezni a kerti székeken, mielőtt leülök, és nem tartok attól, hogy mondjuk összeesek az utcán, akkor nem tudnak összelapátolni, vagy, ö, vagy nem tudom. Tehát nyilván vannak a fogyásomnak negatívumai, és ezekről is szeretnék majd nektek beszélni. De, de még de azért nem teszem meg, mert hogy, hogy az van, hogy a módszerem az tényleg olyan hatásos volt, hogy most egy átfogó vizsgálat vár rám, hogy mielőtt részletesen beszámolok erről, és valaki mondjuk követke, követni kezdené az én, az, az én módszeremet, vagy a mi módszerünket, az, tehát, hogy, hogy tényleg egy olyan, egy olyan dolgot tudjak nektek elmondani, elmesélni, ajánlani, ami... Ami, ami, amiben biztos vagyok, és, és részemről ez felelősség. Mert most érted, mi van az, hogyha kiderül, hogy két hét múlva, hogy oké, okay, hogy közel 30 kilót fogytam, de közben szét, szétúrtam bele a testemet belülről. És, és akár még elő is fordulhat. De mondom, ezért is szeretném megvenni egy teljes labort, dietetikus, gasztroenterológus, tehát egy, egy, egy orvosi stáb fogja megnézni, hogy, hogy mi történt van az elmúlt Közel négy hónapban. Mert hogy egyébként közel 30 kilót fogyni ennyi idő alatt, nem lehetetlen férjedés ne de ugye nem is szokványos. Az pedig tényleg, hogyha az a felvetés, hogy meg valamelyik, gyúrós céget fogom szeptembertől reklámozni, ezt nagyon szerettem, mert ez teljesen butaság. Egyébként valóban rengeteg megkeresés érkezett szinte majdnem mindegyik cégtől, de elutasítottam őket, hiszen nincsen közük a fogyásomhoz, és a hitelességem az többet ér, mint pár millió forint, hogy azt mondjam, hogy hát igen, én ettől a portól fogytam le. Szóval ilyen soha nem lesz, és ö, ö, tényleg csak azokról fogok beszélni, amiket valóban használtam, és amiket valóban csináltam. Szóval mindent megtudtok, addig is viszont készüljetek, mert abba biztos vagyok, hogy ha belevágtok, akkor lesz, hogy majd a falat kaparjátok. És és, és, átkozni fogtok, és gyűlölni fogtok. Ez nem egy csodaszernek köszönhető, hanem a belefektetett munkának. Na, és a harmadik etap, ami, ami sokatokban felmerül kérdésként, és sokat kérdeztek az Instagramon, ahol nyilván követsz egy kérdezfelelekbe, hogy ugye mi van a védjegybitorlás és egyéb perekkel, amiről már beszéltem egy videóban. A sztori röviden esetleg lemaradt arról, annyi, hogy jött valaki, el, aki el akarja venni az éttermünk nevét, és ezáltal még sok minden mást is, mert hogy neki van egy Unicorn Café Hungary nevű lajstroma, semmilyen nincs, se üzlete, semmi az ég egyet a világon. Times New Román betűtípussal leíratta, hogy Unicorn Café Hungary, és azt mondja, hogy ez ugyanolyan, mint a miénk. Nem ez a durva, hanem amikor levédettük a nevünket, a hivatal nem talált hasonlóságot és egyezést, rengeteg pénzért bejegyeztettük, levédettük, aztán egyszer csak megjelent Pálinkás, Tóth Melinda, kérem szépen, aki azt mondja, hogy hát ő előbb levédette az unikorni szót, a bíróság pedig első fokon neki adott igazat. Abban az országban, ahol egyébként az ügyészségre vezető politikusok járnak be radírozni, na mindegy, Szóval neki hirtelen lett egy előbbi védjegye, egy nem jogarős ítélete, a tárgyalás ősszel folytatódik, meglátjuk, hogy mi lesz. Na de Pálinkás kis, kisasszony úgy gondolta, hogy nem elég neki az étterem, és hát feljelent rágalmazásért is, ezt a napokban tudtam meg, mert hogy nem engedtem neki és az ügyvédei nyomásának, és nem távolítottam el a nyilvános bírósági ítéletet és a véleményemet ismertető videót. Bizony, Újabb per, újabb harc. Mondom, erről napokban kaptam értesítést. Igaz, pánikás kis, kisasszony még nem tudja, hogy az első videóm az igazából csak egy ilyen, hát hogy mondjam, egy ilyen kis könnyed bevezető volt, így igazán várhatott volna feljelentéssel, hiszen azóta olyan információk birtokába jutottam, hogy a per kimenetétől függetlenül is biztos vagyok benne, hogy egy adott ponton azok, akik ebben részt vettek, Hát nem lesznek felhőtlenül boldogok. Mint mondtam, minden törvényes eszközzel harcolni fogok az igazamért, és ha már per, akkor fontosnak tartom megemlíteni, hogy minden sajtóhelyreigazítási pert, amit elindítottam a lejárató kampányom kapcsán, ezek közül mindent megnyertem első fokon, több közülük jogerőre is emelkedett, a helyreigazítást is leközölték, nyilván nem bertek olyan nagy dobra, de, de leközölték, címlapon kellett hozniuk, valamiben egyébként történt fellebbezés, ott majd később lesz ítélet, a napokban az egyik szennylap megírta azt, hogy újraindult a nyomozás az ügyemben, amit nem tudok értelmezni, mert hogy nekem nincsen ügyem. Az én karaktergyilkosságomnak kezdetén magam szerettem volna vallomást tenni a rendőrségen, de azt mondták, hogy erre nincsen lehetőség, nincsen ügyem, vagy pedig ha valamilyen beismerő vallomást szeretnék tenni, akkor, akkor az lehet. Engem eddig sem tanuként, sem gyanúsítottként nem hallgattak meg semmilyen ügyben az utóbbi hát nem is tudom, négy-öt hónap, nem, nem, nem tudom, során utoljára, amikor pedofilt fogtunk a Moszkva téren, akkor voltam bent a rendőrségen. Engem nem hallgattak meg, engem nem kerestek, hozzám nem jöttek. A azt én is ebből az újságból ö, ö, tudom, hogy elindítottak egy nyomozást, ö, amiben ugye megállapították, hogy nem történt bűncselekmény, az ügyészség ezt nem fogadta el, és visszadobták, hogy bizony ebből valamilyen ügyet kell csinálni. Ez is már hónapokkal ezelőtt volt, nem tudom. Tényleg semmit nem tudok az ügyről, mert engem senki nem keresett a rendőrségtől, valószínűleg azért, mert tényleg nincsen és nem létezik bűncselekmény. Um, az van, hogy ö, azt viszont fontos megemlítenem, hogy, hogy ennek a történetnek korán sincsen vége. Mármint nem annak, amivel megpróbáltak lejáratni, hanem annak, hogy azok, akik emögött állnak, felelni fognak. És nem, nem azért, mert megpróbáltak tönkretenni az életemet, hanem ö, azért, mert olyan ügyek is. Ö, olyan ügyeknek és bizonyítékoknak vagyok a birtokában, amik garantáltan sok kreativitást igényelnek majd az érintettek részéről, hogy kimossák magukat, vagy kimagyarázzák magukat ebből. Szerintem nem fog sikerülni, de majd meglátjuk. Hiszen ne feledjük, hogy ha tudomást szerzünk egy bűncselekményről, és azt nem jelentjük magunk is, büntethetőek leszünk. Ez egy nagyon fontos dolog. Hát én pedig ezt mondjuk úgy, elég komolyan veszem, állampolgári kötelezettségemet. Végezetül legyen mindenki számára világos. Az, hogy én nem kürtölöm tele a médiát, nem készítek különböző dolgokról videót, vagy nem ismertetem a terveimet, és nem adom ki magam vagy a bizonyítékaimat, az nem a bűnösségem jele, hanem a megfontoltságomé. Látom, hogy az élet, vagy a jó Isten, ahogy tetszik, az ő malmaik anélkül is őrölnek, hogy én különösebb erőfeszítéseket tettem volna. De legyen mindenkinek világos, hogy senkinek nem maradok adósa. Aki engem valaha is bántott, Ígérem, hogy erre emlékezni fog. Én nem állok bosszút, pusztán ugye teljesítem állampolgári kötelezettségemet, és hát, hogy az éppen azoknak lesz keserű, akik aljas hazugságokkal, cselekkel próbáltak engem ellehetetleníteni, hát, az mondjuk úgy csak egy isteni szerencse. Én nem fenyegetek senkit. Én nem is zsarolok senkit, ez ugye nem az én ö, módszerem, de egy pillanatig se gondolják, hogy az irányomba elkövetett ajasságok büntetlenül maradhatnak. És félreértés ne a büntetés kiszabása az nem az én dolgom, hanem a bírósági. De talán ami a legfélelmetesebb az, hogy a végén magája a jóistené. Összegezve, az életem továbbra is tulajdonképpen egy Black Mirror epizód, elég stresszes, ö, nem mondom, hogy az nem járult hozzá a fogyásomhoz, egy hullámvasút, mondhatni egy hullámvasút. Látszólag jól bírom, és most már az van, legalább felismerem, hogy mi az, és mik azok, és kik azok, akik, akik okozhatják itt a, a, a zavart körülöttem. Amit vagy akit tudok kikukázok, amit nem, azzal pedig felveszem a kesztyűt, és harcolok ne legyenek kétségeitek, mindannyiunknak megvan a gyenge pontja, vagy a kriptonitja, hogyha úgy tetszik. Mindenkinek, mindenki lehet találni fogás, mindenki van fogás, mindenki átverhető és megvezethető, kihasználható, pláne, hogyha a lelke megfáradt. Én is van, hogy szökő évente megfáradok, megtörök, és van, hogy ezt ki is használják, meg lehet időnként rosszul döntök, vagy épp túl későn, van, hogy vesződteszek oda, ahova pontot kellene, és van, hogy még a pontot is kiradírozom végül. De magammal viszem a tanulságot, és talán ez a legfontosabb. Valahogy úgy is lesz. Megindító az a szeretet egyébként, amit tőletek kapok, és hogy sokan példaként tekintetek rám. Én azonban mégis azt szeretném kérni, hogy ne legyek senki számára példakép, hiszen amikor időülök elétek, akkor igyekszem a legjobb formámat mutatni. Na jó, de sikerül. Mondom, igyekszem, nem látjátok nyilván a híváimat, a küzdelmeimet, a kudarcaimat, nem ismertek teljesen, nem ismertek elég, és bár mondjuk az bizonyos, hogy nem rontok meg gyerekeket, és nem nőket, és nem bántok embereket, és az alapvető emberi normák szerint élek, de sokszor terhes az a nyomás, amit ez a felelősség hordoz, hogy, hogy többen példaként, és az a baj, hogy mostanában, meg a gyerekvédelmi tüntetés óta, meg aztán extra sokan írják ezt, hogy, hogy példaként tekintenek rám. Sokszor mondom az utóbbi időszakot, és aztán majd bízom benne, hogy, hogy megértitek, hogy mi az utóbbi időszak, de az utóbbi időszak bebizonyította, hogy pontosan ugyanolyan esendő vagyok, mint bárki más. Egy dolog viszont biztos, soha nem adom fel. És nem azért, mert hogy ennyire erős vagyok, hanem azért, mert egyszerűen nem tehetem. Nekem erre nincsen lehetőségem. Hát így, ezekkel a magvas gondolatokkal engedlek titeket utatokra, kövessél mindenhol, írjál, tényleg, ha szeretnél beszélgessünk, Éjjel, ez nagyon fontos, menj ki a fényre, menj ki a napra, és ne vesztegesd el az életedet. Jó dolog a siker, tudod, de nem tudsz hozzá éjszaka oda bújni, ha fázol. Ezt mondta Merili Móró, erről már szerintem beszéltem nektek, illetve még egy fontos dolog, hogy a héten volt a Barátság Világnapja, erről az Instagramon már ö, megemlékeztem, de itt is szeretném, elmondani, és tényleg csak egy mondat, hogy rohadtul szerencsés vagyok, hogy, hogy vannak barátaim. És azt gondolom, hogy nem az az ember a szegény, akinek vagyona nincs, hanem az, akinek barátok nélkül kell élnie. És köszönöm a barátaimnak, hogy én ennyire gazdag lehetek. Azoknak is, akik vannak, akik voltak, minden tanított valamire. És büszke vagyok arra, hogy azt a szövetséget, amiről már korábban beszéltem, hogy én azt soha nem rúgtam fel. És kívánom nektek, hogy találjatok igazi barátokat, ez is nagyon fontos. Ennél többet már igazán nem tudok nektek mondani, áldjon meg titeket a Jóisten, vigyázzatok magatokra, találkozunk hamarosan, például a Sziget Fesztiválon, a Sziget Fesztiválon, ott lesz a Zsolti, keressetek, elbújok egy most már kisebb famögé, mint eddig kellett, bulizunk, jön Kylie, nem volt osztálytársam, úgyhogy rég találkoztunk. Tényleg legyetek áldottak, köszi, hogy itt vagytok. Puszi csak. Sziasztok!